A Nemzeti Gyásznapon Pakson a Dunaparti Sétány összetartozás emlékműjénél tartotta a megemlékezést a város önkormányzata. A Vetővirág népzenei együttes műsorát követően Szabó Péter polgármester beszédében emlékeztetett arra, hogy 1849. október 6-án bosszúból, elrettentés céljából a bécsi császári udvar parancsára végezték ki a szabadságharc tábornokait, vezető tisztjeit. Azt kívánom, hogy a mai emlékezés tükrében is ráismerjünk nemzetünk és önmagunk egyéni értékeire, és ezeket képesek legyünk az aradi vértanúkhoz hasonlóan hitelesen megélni családunk, városunk, nemzetünk javára, most a gyarapodó békeidőben is. Kívánom, hogy értsük az idők jeleit és benne cselekedeteink súlyát. Arad, örök magyar gyász szép arája, felét suhamma sóhajunk, felét. Ki élsz sötétben és némán, az árva maros mentén, mely zúgmagyáz zenét. Genszler Tamás, a Bonyhádi Petőfi Sándor evangélikus gimnázium tanulója, Juhász Gyula Arad című versét mondta el a Percelek temetkezési helyén tartott megemlékezésen. Az ünnepi beszédet ebben az esztendőben Tóth Bence történelem tanár tartotta, megemlékezve az aradi tábornokok hősiességéről és hazaszeretetéről. Azon nap történéseiben mégis az a legérdekesebb, ahogyan ezek a férfiak kiálltak oda, és emelt fűvel vállalták a sorsukat, hiszen tudták, hogy az, amit cselekedtek, amit tettek, az sem a későbbi korok ítélete, sem a jog, sem pedig Isten törvényei szerint nem volt bűn. Ezért is vállalták ők ezt a sorsot, és vállalták ezt emelt fűvel. Tolnán is megemlékeztek az 1848-as, 49-es forradalomban kivégzett 13 aradi vértanúra. A Pesszófer Ágnes, a település polgármestere beszédében is emlékeztetett arra, hogy bár magyar vértanúkról beszélünk, fontos tudni, hogy nemzetközi összefogás volt a magyar szabadságért. Véleménye szerint elsősorban erre kell emlékezni ezen a napon. Megemlékezünk azokról a hősökről, akik életüket adták magyarként, és tegyük hozzá nem magyarként is, nagyon sokan életüket adták a magyar szabadságért. Az ünnepség zárásaként a város vezetői és a társadalmi szervezetek képviselői helyezték el a megemlékezés és a tisztelet koszorúit az emlékműnél.